A szolnoki törvényszék másodfokú döntésével jogerősen lezárult annak az 59 éves büntetlen előéletű férfinak a büntető ügye, aki miután buszsofőrként 2022. június 7-én kiskorú gyermekeket szállított Tiszaderzsről Tomajmonostorára, feladata végeztével nem kellő alapossággal vizsgálta át az autóbuszt, ezért nem vette észre, hogy a jármű utasterében egy 4 éves gyermek maradt, aki a vádlott által a tűző napon egy fedetlen parkolóban csukott ajtókkal és ablakokkal leparkolt buszban kialakult levegőtlen forróságban órákat kényszerült eltölteni. Hiába szállították még aznap kórházba, olyan súlyos egészségkárosodás szenvedett, hogy 3 nappal később, 2022. június 10-én életét vesztette. Az ügyben 2023. április 27-én emelt vádat a Tiszafüredi járási ügyészség. A Tiszafüredi járásbíróság 3 tárgyalást követően 2024. január 23-án hozott ítéletet. A férfit halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, amiért 2 év, 5 évi próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 450 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint 5 évre eltiltotta a személyszállítási tevékenység, mint foglalkozás gyakorlásától. Az ügyészség keveselte a kiszabott büntetést és a vádlott terhére súlyosításért felfüggesztett helyett végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodszorban a kiszabott büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést. Így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott, ahol a mai napon jogerősen lezárult. A fellebbezések nem vezettek eredményre. Megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság az eljárása körében eljárási szabályt nem sértett. A büntető eljárási törvényben leírtaknak mindenben megfelelően folytatta le az igen széleskörű bizonyítási eljárását. A bizonyítási eljárás körében valamennyi rendelkezésre álló, illetőleg felajánlott bizonyítékot megvizsgált és értékelt, erről a vizsgálatról megfelelő módon számot is adott az ítéletében. A szolnoki törvényszék 2024. október 15-én meghozott másodfokú döntésében az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott ítéletét lényegét tekintve helyben hagyta.